Lakossági észrevételek alapján Budakeszi városvezetése úgy döntött, hogy egy bejárás folyamán tapasztalatokat gyűjtenek a város játszótereiről. Erről láthatnak egy rövidebb összefoglalót. Minden évben szoktuk ellenőrizni a játszótereket Budakeszin is, de most egy konkrét oka volt ennek a mai bejárásnak. A hétvégén az egyik Facebookos fórumon fölkerült egy olyan komment, miszerint ezen a játszótéren egy kisgyerek leesett erről a mászókáról. A mászókának egy részén letört a deszka, és ebbe a letört deszkába megkarcolta az arcát. Hát az önkormányzat felelősségét és feladatát is feszegették ebben a kommentben, és miután valóban ez egy önkormányzati játszótér, ezért nagyon fontosnak gondolom, hogy nem csak ezt, hanem az összes többit is ilyen szempontból is nézzük át, ellenőrizzük, nehogy valami baja legyen a budakeszi gyerekeknek. Úgyhogy már hétfőn kijöttünk, és néhány gyors feladatot meg is oldottunk, természetesen azt a letört deszkát eltávolítottuk, azt a problémás részt megoldottuk, a bejárati kapun a retesz szorult, azt is megcsinálták a BVVK Kft. Munkatársai. Az egyik kisgyerek csecsemő hintán kiesett a csavar, és emiatt hát veszélyes volt az ottani hintázás. Ezt is megcsináltuk azonnal. És hát az olyan munkák, mint hogy a nyuszis hintának az alapja nincs rendben, az betonozás igénye, az is el fog kezdődni, és a térrel választott cölöpök cserélése, pótlása is megkezdődik. Hát ezeket az anyagokat mind meg kellett rendelni, ezek megtörténtek, és amint az anyagok megérkeznek, akkor ezek a munkák be fognak következni. A homokot pedig, hát mint minden évben itt is kicseréltük, ezen a játszótéren is 2 köbméter homokot hoztunk ide. A játszóterek tavaszi karbantartás és felújítása mekkora költséget emész fel a város 2015-ös költségvetésében? Ezeket a munkákat a Budakeszi Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő BVV Kft. Nevű cége végzi. A céget az önkormányzat 200 millió forinttal támogatja az idei évben. Ebben az összegben természetesen az egész város üzemeltetése beletartozik, és az intézményeknek a karbantartása is. Az összes játszótérre pedig a éves szinten 900 ezer forintot fordít az önkormányzat, úgy átlagosan játszóterenként 300 ezer forintot. A tavalyi év óta Budakeszin, a főtéri parkban ingyenes wifi szolgáltatást is igénybe vehetnek a budakeszi lakók, és aki ide látogat, Budakeszi Város önkormányzatának a jóvoltából. Itt vagyunk az Arany János utcai játszótéren. Mit tapasztaltak a mostani bejárás folyamán? Az egy évvel ezelőtt kicserélt homokot sajnos már átütötte a gaz. Most tudni kell, hogy ez egy társasházi magánterület, de tavaly a BVV lecserélte a homokozó ülőkéjét, hiszen az már balesetveszélyes volt, és hát a hintákat egy kicsit felújították, és hát jó lenne, hogyha pingpongasztalt is fel tudnánk újítani, természetesen a lakók egyetértésével és engedélyével, de reméljük, hogy a fejlesztéseket engedélyezik. Polgármester asszony úgy látja, hogy vissza kéne állítani itt ezt a kis mókuskereket, ez mindig nagyon népszerű volt, amikor én még a saját gyerekeimmel ide jártunk, és hát azt a szegény vonatot, ami már teljesen elvásott, azt meg el kéne innen tüntetni. Azt hiszem, hogyha sikerülne a pingpongasztalt felújítani, az jó lenne, mert itt sok tinédzser lakik, és azok biztos szívesen játszanának. Most csak a kisgyerekek ugrálnak rajta. A játszótér az általános állapotát tekintve nagyon alkalmas lenne a gyerekeknek, csak sok ilyen kicsike hiba van, ami veszélyes nekik. És ezeknek a felújítása, inkább nem is felújítás, hanem karbantartása szükséges mindig rendszeresen. Mert azt gondolom, hogy egyébként itt nagy hely van nekik játszani, csak hogy olyan veszélyes dolgok vannak, amire minden pillanatban kell figyelni, akkor nem tudnak önfeledten játszani. Ez egy jó játszótér lenne, csak nincsen elég árnyék. Ez tágas tér, van hely nekik futkározni, itt mellette is tudnak még mást játszani, csak hiányzik egy pár nagy fa, vagy ilyen valami napvitorla, vagy valami... Igen, a napvitorla gyors megoldás, tehát fákat nem tudunk gyorsan növeszteni.
Milyen tapasztalatokat osztottak meg önökkel a szülők? Részben olyan tapasztalatokat, amelyeket mi is könnyen tudunk vizuálisan észrevételezni, részben pedig olyan tapasztalatokat, amelyeket csak közvetlen módon lehet szerezni, amikor a gyerekeiket ide hozzák játszani. Ezeket szorgalmasan jegyzeteltük, és igyekszünk ezeket természetesen a közeli napokban már orvosolni. Például általános probléma ezeket a kerti szegély cölöpöknek a kirohadása, ezeket mindenféleképpen javítani és cserélni kell, ezek valóban veszélyesek. Itt a kerti csapnak romlott el a szelepe, most, hogy szép idő van, egyre jobb, többször jönnek ki a szülők a gyerekekkel, eznek is már a javítása folyamatban van, és hát mázolási és egyéb munkálatok vannak még, amiket itt a szülők mondtak nekünk, és nagy örömmel hallgatjuk őket. A tapasztalat az, hogy általában meg vannak elégedve, de azokra a hibákra természetesen ők is fölhívják a figyelmet, ami fontos ahhoz, hogy nyugodtan engedhessék a gyerekeiket játszani ide a játszótérre. Felmerült az is, hogy itt a játszótéren nincs árnyék, illetve minimális az árnyék, hát ez ellen a legnehezebb bármit is tenni, és most azt vizsgáljuk, hogy valami árnyékoló műtárgyat, hogy lehetne ide tenni, aminek az árnyékában lehet hűsölni majd. Azok a fák, amik ide vannak ültetve, hát sajnos azok elég nehezen növekednek, és mire ezek árnyékot fognak adni, addigra felnövekednek azok a gyerekek, akik most itt játszanak a játszótéren. Tehát ezt igyekszünk valamiféle műtárgyal majd áthidalni, ha sikerül. Ez a játszótér mindenképpen annak számít, részben a mérete, részben pedig az elhelyezkedése miatt. Tehát a Budakeszi nyugati város részének ez a legnagyobb, a legjobban felszerelt, kiemelt játszótere. Úgyhogy mindenképpen fontos, hogy ez valóban olyan legyen, ahol a sok gyerek, sok szülő jól tudja eltölteni a gyerekével a szabadidőt, és ahol aztán úgy tudják játszani, engedni a gyerekeiket, hogy a legkevesebb veszély és a legtöbb öröm vár rájuk. Itt vagyunk a Honvéd utcai játszótéren. Milyen teendői vannak a BVV-nek? A társasházi lakók nagyban hozzájárulnak a játszótér karbantartásába, emellett igyekszünk mi is részt venni ezekben a folyamatokban, például a homokozók homokcseréjét biztosítjuk, illetve a játszótéri eszközök biztonságosá tételét, valamint egy hulladékgyűjtőt fogunk kihelyezni itt április folyamán, mert néztük aznak a hiányát. Nagy általánosságban milyen teendői vannak a BVV-nek a játszóterekkel kapcsolatban, mikor fejeződnek be a karbantartási munkálatok? Elsősorban tavasszal van egy nagy karbantartási időszakunk, ez az éjszakai fagyok megszűnése után szoktuk elvégezni, most jelen esetben itt áprilisban kezdődik, és április-május folyamán hajtjuk végre, mire az összes játszótéren az összes feladatot el tudjuk látni. Amúgy a karbantartás meg folyamatos, mivel a fa felületek elhasználódnak, a játékok használatból adódóan tudnak rongálódni, úgyhogy rendszerességgel szoktuk ellenőrizni az állapotokat a játszótéri eszközöknek. A Megyes utcai játszótér pár évvel ezelőtt nagyon szépen megújult, nyert az önkormányzat egy bűnmegelőzési közbiztonsági pályázatot, és annak részeként 2,8 millió forintból felújítottuk, bővítettük ezt a játszóteret. Itt kisebb felújításokra van szükség, a libikókának az ülését kiavítjuk, szemetet összegyűjtjük, és hát karbantartjuk. Természetesen itt is volt homokcsere, és hát a szemetet rendszeresen majd megszállítjuk. Az utóbbi években, főleg a 21. században nagyon nagy divatja van az úgynevezett felnőtt játszótereknek. Az egyik ilyen játszóeszköz látjuk ön mögött. Mennyire érdeklődnek ez iránt a Budakeszin élő fiatalok, hiszen ez elsősorban nekik szól, hogy a szabad téren tudnak ingyen edzeni. Mint ahogy most is látható, pedig délután 5 óra van, nem használja senki ezeket a játszóeszközöket, úgyhogy bízom abban is, hogy a televízió segítségével is fel tudjuk a fiataloknak a figyelmét hívni arra, hogy egy ilyen lehetőség van Budakeszin, jó levegőn, nyugodt környéken tudnának sportolni.
kapcsolni, jöjjenek ide, próbálják ki és használják. Tehát ez volt az önkormányzatnak a célja, amikor a pályázaton ezt az elemet is megpályázta és beépítette. Bízunk benne, hogy a jövőben többen jönnek majd ide. Azzal foglalnám össze a látottakat, hogy van mit tenni. Tehát mindig a meglévő állapoton szükséges javítani, hiszen hát az amortizáció a játszótereinket sem kerüli el. Karbantartani kell, oda kell figyelni a dolgokra, és hát ezeket a bejárásokat rendszeresen meg kell tartani, amellett, hogy figyelni kell a szülőknek a jelzéseire is.